szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor megnyitom. A cím az, hogy a szabadság töredékei, Szabó Eszter Ágnes, a felfedezések és a felejtések kora című kiállításról lesz szó. És akkor próbálok fordítani. Az utazónak kitágul horizontja, nyitottabb lesz, de nem csak afelé, amerre elindult, hanem minden irányba, körbe. Nagyobb levegőt vesz, mélyebbet érezik. Ha pedig útja tengerhez visz, egyenesen felszabadul. Hogy az utazó célja elveszejteni magát, vagy épp ellenkezőleg megtalálni, mindegy is. Szabó Eszter Ágnes Portugáliában pont azt találta, amit éppen keresett. Összefüggéseket kicsi és nagy, távoli és közeli, személyes és társadalmi, nyilvános és magán közt. Olyan távolságokat tapasztalt meg, amilyeneket itthon nem lehet, amelyek nem csak mérföldekben mérhetők. A végtelent, amely nem csupán absztrakció, nem csak a geometriában vagy fizikában gondolható el. A végtelen a tevékenységek, színek, formák, életek, alkotások sokfélesége és változatossága. A váratlan fordulatok izgalmában valósul meg, és inkább ott, ahol óceánki felfedezésre, tengeri utazásra, az ismeretlenbe. Ahol a modern városban Vasco da Gama, a középkori arab kultúra öröksége és a katolicizmus egyaránt eleven. Szabó Eszter Ágnes ott azonnal rátalált a graffitire, redefine. Gyorsan magáévá is tette. Redefine és reexplore, Szabó Eszter Ágnes kiállításának jelszavai. De mit akar Szabó Eszter Ágnes újra definiálni és újra felfedezni? Vagy mi az, ami újra felfedezésre és újra definiálásra vár? Nem tudjuk pontosan az előzőt, és sorolhatnánk hosszan az utóbbiak listáját. Úgy, mint az időt, a távolságot, a szabadságot, az életet. Tekintsük azonban a művész tevékenységét, hogy közelebb kerüljünk a megoldáshoz. Szabó Eszter az eltűnt idő nyomába ered, és amit talál, felhasználja, kisajátítja, végül egy galériába elhelyezhetővé teszi. A kiállítás központi eleme a valaha hálószobák, nem galériák tartozéka, egy fehér női hálóink, s mint ilyen provokatív. Rátét mintáival és hímzéseivel egy világot idéz meg, álomvilágot, ezért kell, hogy motivumai hálóinkra kerüljenek. Hajó az utazáshoz, Vasco da Gama vitorlása síremlékéről, nyolcszögek az újjászületéshez, iszlám dekorációkról, és vonalak, amelyek körbefutnak, és amelyek itt bekapcsolnak a kiállítás áramába. Mert az a kéken hímzett hullámvonal dekoratív minta, amely mint terülő dísz megismétlődik a csempéken, nem más, mint Eszter és lánya Irma büsztjének a tengerpart homokjára vetett összenőtt árnyékának sziluettje. A két test összeolvadása az árnyékban az összetartozás képi jele, az ismétlődés pedig az állandósági, a mindennapokban, az összekapcsolódás elmúlhatatlan folyamatossága, tény és vágy egyszerre. Anya és lánya szétválaszthatatlanok. Akkor is, ha majd a gyerek mással és önálló útra lép. A kapocs kitörölhetetlenül megmarad. A sejtekben, az emlékezetben, a lélekben. A sziluettek különböző kombinációkban negatív és pozitív sabdolokat alkotva, Portugáliára emlékezve és a kobaltkék azuréjesút megidézve, azt újra felfedezve és újra definiálva, Szabó Eszter csempe mintáivá lettek. És a kiállítással nem látni, bár hasonlót igen, de fontos, hogy a mintázat sablonként szolgált ahhoz is, hogy ott hagyják kobaltkép fújt nyomaikat Lisszabon házfalain, csempéin. A horizontot mi városlakók ritkán látjuk, inkább műszaki rajzok szerkesztett vagy festmények festett vonalaként, azoknak viszont, akik a tengert járják, alapélmény, mindig halad velük. Nekünk pedig a mérték és mértéktelenség és a végtelenség vonzását jelenti. Az álmok ingéről tovább a falon körbefut, egybefogja a teljességet jelképező sarkokat, velük az azulézsukat. Hogy ne feledjük, van látóhatár, és a mi horizontunkon túl is van világ, vannak világok. Rajta pecsétként az Irma festette törött tányér, tenger és megbicsaklott horizont. Szinte fáj, hogy kitartó komoly munkával megalkotott csempeit, aztán Szabó Eszter átfestette, elhomályosítva, eltakarva a ragyogó kép mintázatot, melyet ez graffitival is felülírta. Ez a felülírás egyfelül realizmus is, a lisszaboni fali csempék sorsát veszi mintául. Azok is hasonlóan vannak át és felülírva, felülfestve, lefújva. Másfelől egymással rétegződő időnyomok metaforái, az idő teremtő imitációja. A kiállítás ezer szála vezet szerte szét, ugyanakkor össze is köti a jelent a múlttal, a személyest és a nyilvánost, befelé fordítja a világot.
A kiragadott, felvonultatott motivumok költői teret hoznak létre. Nincs folyamatos kép, nem folytonos az idő, szaggatott az elbeszélés. Ezt a szaggatottságot ellenpontozza, vagy ellenpontozná a többrétegű festés, ami az idő egyfajta sűrítése, az idő munkájának példázata is. Ahogy az idő, még inkább a felejtés elhomályosítja a múl dolgait, eseményeit, embereket, kapcsolatokat, képeket és tárgyakat, vidámságot, de a gondokat is. Újból és újra felillőrik a korábbit, és elhagyjuk. De ha megkapargatjuk a jelen felszínét, alól a kibudjanak a múlt kulturális fragmentumai, hömpölyök be vagy szilánkosan. Idézet következik. Sokszor úgy érzi az ember, hogy már mindent elmondtak az efféle dolgokról, amik az embert a legszemélyesebben érintik. Mivel az idő az, amivel az egész emberiség a legnagyobb küzdelmet folytatja, és a különböző korszakok, aktualitások és az elmúlás váltakozó intervallumaiban élünk. Állandó témája a művészetnek is, ezért nehéz ebben a kánonban egy új szóramot indítani, vagy éppen tőle függetlenül hozzátenni valamit. Fogalmazza meg apóriáit a művész. A kiállítás azonban nem csak erről szól. A nagy egész megragadására történő horizontvonal, a sarkok archetipikus elemek, és szintén múltba vezetnek a régi technikák rimékei. De a horizont itt csak egy vonal a falon, a monumentális csempéket csak részben a széleken, az emberalakok itt árnyak, árnyai. Minden egész eltörött. A kép mindazonáltal nem tragikus, inkább szellemesen mulatságos, ahogy a művész játékosan villantja fel a térben kis, sűrített jelképeit, a mindenséget egy letűnt, de revitalizált hálóingen. Önironikus utalás ez episzteménkre, hiába gondoljuk, lehetett egykor, és véljük úgy, hogy birtokában is voltak valaha a nagy egésznek, és hiába vágyunk rá, nem tudjuk elérni, úgy tudjuk lehetetlen. A kiállítást ezennel megnyitottam.